Kint vagyunk Ferihegyen, ugyanis menjünk Horvátországba, bár zúg az eső, és kintre sem mondtak jó időt, de most egy ilyen kis rövid úton vehettek részt velem, mert sokan írtátok egyébként is, hogy hiányzik az utazó vlog, úgyhogy, úgyhogy itt vagyunk, menjünk Horvátországba. Alex is jön velem, úgyhogy ketten utazunk. Annyi újdonság lesz ebbe az útba, mert sose utaztunk átszállással, soha nem mentem Horvátországba repülővel, sőt, most az 3 éves évfordulónk, úgyhogy egy ilyen kis extra ünneplés. Kíváncsi vagyok, mert ezek nem szoktak elég savanyúak lenni. Alex vett egy ilyet, becsempészett a kosárba, úgyhogy ki akarom próbálni. Megint átvertek. Ez nem így savanyú. Megkóstolt. Egy mesmertőlünk is, hogy csak két szék van. Most irány Bécs, ott pedig átszállunk. Ott pedig átszállunk, és utána megyünk Splitbe. Kb. 10 perc telt el, úgyhogy landolunk, és átszállunk a másik gépre. Még van 10 percünk, amíg kérjek a kaput, de körülbelül már itt vagyunk, ahol kell lenni, úgyhogy ez nagyon gyors volt. Megérkeztünk Splitbe, és itt leszünk most a következő 3 napban, úgyhogy innen fogtok igazából vlogokat látni, és átvettük a kicsi kocsit. Megérkeztünk a hotelhez, iszonyatosan izgatott vagyok, most már 5 óra van, úgyhogy nem tudom, ma nem biztos, hogy olyan sok helyre elmegyünk, és éttermet se találtunk útközben, úgyhogy remélem, hogy itt tudunk valamit most már enni, meg felfedezzük a hotelt. 407-es a mi szobánk. Annyira, de annyira aranyosak voltak itt a hotelban. Hol vagyunk? 407, arra leszünk. Adjál. És közvetlen a parton vagyunk, úgyhogy innen elég könnyen le tudunk menni majd a vízhez is. Mert 6:30-tól lesz vacsi, úgyhogy eddig lesz bőven időnk. Egyébként a Tui Blue Jadran hotelban vagyunk, és nagyon kíváncsi vagyok a szobára, elvileg a tenger néz. Az egyik legizgibb dolog mindig a szoba, úgyhogy nézzük meg. De rohadt szép. Azta, itt van egy ilyen kis leülő része is. Külön van a WC. Ez olyan kényelmes ez az ágy. Reggel miatt elindultunk, mert arról ábrándoztam, hogy de jó lesz majd a hotel ágyba aludni. Azt a de szép a fürdő. A legjobb rész az mindig ez. A tenger, néz a szoba. Jesszusom, de szép. Mekkora ez a balkon. Egy táncolni is lehet, hallod? Esküvői táncot itt tanuljuk meg. Jesszusom, de gyönyörű! Annyira hálás vagyok mindig, ha eljutok a tengerhez, vagy óceánhoz, vagy bárhova. Annyira csodálatos. Ezt egy életen át tudnám így nézni. Van a hotelnek egy edzőterem, úgyhogy természetesen ide le kellett jönni megnézni, és annyira szép. Nem tudom, hogy valaha valaki használta, de az biztos, hogy ide le fogunk jönni, és lehet Alexet is ráveszem egy kis mozgásra, mert ez gyönyörű. Wow! Itt nem megyünk ki, itt ki tudunk menni, és akkor itt is körbenézünk, jó? Fáradjatok ki! Hallod, ez tök jó! Ez nem hideg! Ez olyan, hogy még belevágysz! Pingpong meccs uram esetleg, vagy gyere, nézzük meg a kinti edzőparkot! Van az is! Gyere! Nagyon tetszik! Vacsi idő van, úgyhogy menjünk ajánlni, mert baromi éhesek vagyunk.
annyira csodálatos volt ez a nap, olyan jó itt lenni és hallani a tengert, hogy biztos, hogy nyitott ajtón elalszunk, mert szeretném hallgatni a tenger morajlását. Holnap jövök új videóval, holnap lesz az igazi, a fő, az izgalmas nap, csomó jó kis programokkal, ma pedig igazából az érkezés, meg minden, annyira finom volt a vacsora itt a hotelba. Isteni volt minden, végigettük a svédasztalt, úgyhogy most boldogan pihenünk egyet, úgyhogy holnap, Tali, sziasztok!